Két dologról szeretnék beszélni. Az egyik értelemszerűen az, hogy a jövő nemzedékek korszakegyűlési biztosának irodája milyen nukleáris energiával kapcsolatos ügyekbe futott bele, milyen ügyeket próbált megoldani, vagy legalábbis megérteni. És a másik pedig, hogy milyen kérdésekkel nézek a konferencia elé, mit, mit, mit szeretnék ma tanulni igazából, mert ezen a területen hát. Valószínűleg nem vagyok egyedül ezzel. Nagyon sok ö, olyan kérdés van, amit, amit ö, hát még csak elkezdtem átgondolni, és ö, sok előadó van, akik ezekben a kérdésekben jóval előbbre tartanak, úgyhogy nagy érdeklődéssel várom ezeket az előadásokat. A INO két. Ö, Jelentős ügyével szeretném nagyon röviden megismertetni önöket. Az egyik az Országgyűlés 2009. márciusában elfogadott határozata PAKS bővítéséről. Ez, hiszik vagy nem, másfél oldalas dokumentum volt. A képviselők ennek alapján döntöttek. Nem láttuk a dokumentum mögött a környezetet. Nyilván ilyenkor az ember ha elkezd egy ilyen ügyet vizsgálni, akkor az összes lehetséges iratot bekéri, az összes előkészítő iratot megkaptuk a kormánytól. Nem kaptunk arra választ, és nem találtunk arra nyomokat, hogy a környezetvédelmi, társadalmi hatásokat elemezték volna, illetőleg bemutatták volna, hogy az ország energiapolitikájával hogyan függ össze ez az országgyűlési határozat. A, meghoztuk az állásfoglalásunkat, amikben ezt e, kifogásoltuk, és a hivatalos válasz az volt, hogy ez az országgyűlési határozat még nem dönt semmiről. A, ez egy nagyon, és ez tulajdonképpen erre akartam ezt az ügyet kihegyezni, ez egy nagyon tipikus válasz. A környezetvédők nagyon sokszor e, kapják ezt a választ, hogy még, még nem döntöttük el ezt a kérdést, csak egy hónap múlva visszajönnek. Most jön, amikor már mindent eldöntöttünk. Tehát gondoljanak a, 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 a kőolaj csúcsra. Ugye évekkel ezelőtt, hát lehet, hogy most már nem sokára jön a kőolaj csúcs. Tavaly, hát lehet, hogy néhány év múlva eljutunk arra a szintre, amikor ugye nem bővíthetők a, a források tovább. Most meg azt olvassuk, hogy hát hiszen a kőolaj csúcs már évekkel ezelőtt megtörtént. Tehát ez egy tipikus e, módszer, e, ahogy, ahogy elfogadhatatlan dolgokat elfogadtatnak a társadalommal. A másik, és a környezetvédők hát sajnos ezt elég sokszor megtapasztalják. A másik ügy, amivel foglalkoztunk, az páti, az Energia Klub panaszára. A, hát sajnos több mint két évig foglalkoztunk az ügyel, aminek egyik oka csak az, hogy végtelen lassúak vagyunk. A másik oka az, hogy, hogy nagyon alaposak vagyunk. A harmadik oka pedig az, hogy nem nagyon kaptuk meg az iratokat. De minden esetre, amit a, a vége, megérte, amit a végén tanultunk a rendszerről, magáról, az azt hiszem, hogy fontos. Ugye először is egy nagyon tanulságos dolog az, hogy nincs. Az atomtemetőre speciális jogszabály. Nincs olyan hatósági eljárás, ami egy atomtemető engedélyezésére vonatkozik. Jó erre lehet mondani, hát nyilván nem minden nap építünk egy atomtemetőt, de azért ez akkor is egy fontos dolog, hogy egy ennyire életbevágó beruházást olyan szemmel látatolg, ötletszerű, módon hasraütéssel kellett engedélyezni különféle bányászati és építési hatóságoknak. A másik dolog, amit tanultunk a Bátalpát ügyből, hogy hát ez iszonyatos mennyiségű pénzt felemésztett, és még mindig nincs kész. Kész van ellenben, és három éve üzemel egy úgynevezett átmeneti tároló. Most az állásfoglalásunk tervezetét megküldtük természetesen, ugye nem egyből mi akarjuk a, a bölcsességet sugározni, megküldtük az érintetteknek, és a legtöbb hatóság nagyon erősen tiltakozik, hogy ez nem egy átmeneti tároló. Hogy mi azt nem mondják meg, de hogy nem átmeneti tároló, az biztos. Ugye a kérdésünk az, hogy akkor ezek szerint remélhetőleg nem átmeneti, de akkor miért van ott három, három éve a föld alatti tárolás helyett a felszínen ez a kis és közepes veszélyességű nukleáris hulladék? Vagy vagy akkor nem tároló. Tehát ez is egy tipikus rendszerhiba a környezetvédelem területén, hogy játszunk a szavakkal. Ugye a veszélyes hulladékra azt mondjuk, hogy ez nem veszélyes hulladék, hanem különleges kezelést igénylő anyag. És az égetés az nem égetés, hanem hőkezelés. Tehát így, így lesz a veszélyes hulladék égetésből valami egész más, amire nem kell, nem kell engedély. Ugye van egy másik általános mintázat, ami a bátalpáti ügyben felismerhető, hogy ebben az országban és a hasonló, a régió hasonló országaiban nyilvánvalóan szintén vannak úgynevezett szent tehenek, akik egy, elnézést a képzavar, és akik, mert tudom, azok nem tehenek, hanem disznók, akik egyenlőbbek a, 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 többinél. Szent disznók talán így lehetne jól összehozni. Mire gondolok? a, a környezetvédelem Amúgy sem túl nagy presztízsnek örvendő szabályai, bizonyos beruházásokra, bizonyos tevékenységekre, úgy, ahogy van, nem vonatkoznak. Ki vannak véve, a, nincs benne a jogszabályban, de mindenki tudja, hogy erre nem kell. Hogy mondjak néhány példát csak a mi gyakorlatunkból. Ugye Kolontárnál láttuk azt az alumniipar, egy tipikus Szentehén volt, és ennek meg is lett a következménye. De mondok újabb példákat, a Hungaroringre nem vonatkoznak az zajhatárértékek, a Red Bull Ér részre nem vonatkoztak a műemlékvédelmi és a zajhatárérték szabályok sem. Ugye megengedtük, hogy a 160 éves lánchíd alatt ilyen pár tonnás repülőgépek pár centivel súrolva ezeket a régi köveket röbdössenek a magyar dakar. Ugye megengedtük, és hát mit megengedtük? Borzasztó büszkék voltunk, hogy idehozzák ezt a fantasztikus versenyt a természetvédelmi területeinkre. Ugye engedélyezés? Hát azt ne bolygassuk, hogy most erre esetleg természetvédelmi engedély kellene. De mondok még jobbat, a repülőterek, úgy, ahogy vannak. Ugye nem tudom, belegondoltak el, hogy a replőterek zajvédelmi zónája az vajon kit véd? Én megmondom a replőtereket. Ugye a zajvédelmi zónán belül ugyanis nem kell, hogy betartsák a, a, a zajhatárértékeket. Tehát ezek a, a, az általános mintázatok, amiket a, a két a, nukleáris ügyből a, tanultunk, és akkor a, előhozakodnék azzal, hogy milyen kérdések izgatnak engem, és miben. Nyilván nem a, fogok úgy a, a délután ötkor fölállni, hogy hú, minden mindent tudok, de, de ezzel együtt valószínűleg úgy fogok felállni, hogy sokkal okosabb lettem, az első, azt gondolom, hogy a, a, a nukleáris kérdések kell, az első kérdés az egy morális kérdés, az atomhulladék morális kérdése. Ugye erre ez egy tézis, hogy hát hogy, hogy merjük azt megtenni, hogy, hogy több ezer évig megbízunk abban, hogy béke lesz és, és olyan kultúra, hogy hogy az atomhulladékot tudják kezelni. Erre van egy antitézis, hogy azt mondják, hogy hát kérem, jönnek nem sokára a negyedik generációs atomerőművek, amik vidáman felhasználják majd ezt a hulladékot, a szintézis pedig magától értetődik, akkor esetleg várjuk meg a, a további fejlesztésekkel azt, amikor már ez a technológia kipróbáltan rendelkezésre áll. A másik kérdés gazdasági jellegű. Vajon ha az összes pénzünket, az összes energiára rendelkezésre álló pénzünket állami szinten atomenergiára költjük, vagy hát a túlnyomó részét, vajon milyen piaci ösztönzők lesznek arra, hogy megújuló energiákat fejlesszünk ki, esetleg élre álljunk abba, vagy az élmezőnybe legyünk? A másik gazdasági kérdés, hogyha most több évtizedre elköltjük az energiára vonatkozó pénzt, akkor vajon a 30-as, 40-es években nem ülünk -e egy rakás ócskavas tetején, aminek viszont még mindig fizetjük a törlesztő részleteit, reméljük, hogy nem devizába fogjuk a hitelt erre fölvenni. A másik gazdasági kérdés, mikor fogy el a dusítható urán? Ugye ez nem lesz kiszolgáltatottság? Mi a helyzet az energiarendszerek decentralizációjával? Tehát mi lesz akkor, hogyha ez a világrend egy kicsit megrodjan, hogyha ha az alkalmazkodáshoz helyi, decentralizált energia és egyéb mezőgazdaság, élelmiszer, víz, hulladékkezelés megoldásokra lesz szükség? Vajon egy központi erőmű erre milyen választ fog tudni adni? Mennyire törődünk a német és a dán példákkal? Ugye Nils Meyer és csoportja Dániába először csak mint egy önálló tudományos, néhány egyetem összefogott önálló tudományos kezdeményezés volt. Most alakult egy új kormány, és átvették, kormányprogram lett Dánia átvezetése 2050-ig, úgyhogy már holnap elkezdik, már kész vagyok. Három perc, ugyan nem kell nekem annyi. Az utolsó kérdésem pedig, az, hogy a nukleáris energia vagy globális felmelegedés dilemmához hogyan állunk hozzá. Ugye Zinszki János kollégám azt szokta mondani, hogy ez olyan, ez a dihotómia, ami elé állítanak minket, hogy választhatsz, vagy felgyújtom a házadat, vagy megmérgezlek. Attól félek, hogy esetleg volna a harmadik lehetőség is, hogy egyiket se uh, tedd velem. Tehát uh, takarékosság. Nem biztos, hogy, hogy az a borzasztóan túltervezett uh, energiaigény az be fog jönni, amivel most számolnak. A takarékosság, a megújulók, uh, a, a feedback-tarif uh, uh, használata német mintára. Uh, egyáltalán az a kérdés, hogy kik írják Magyarországon ma az energiaterveket, és kik uh, hajtják végre, vajon mekkora a közösségi részvétel, mennyire átlátható ez a tervezési folyamat. És itt abba hagynám a kérdések sorát. Remélem, hogy minél többre választ kapok, vagy minél többen előre tudok majd lépni a gondolkodásban. Azt hiszem, hogy az ilyen konferenciák ezért nagyon fontosak. Köszönöm szépen a figyelmet és a lehetőséget.